Nagyszabású rendezvényen ünnepelték a 6 évtizedes évfordulót a Nyíregyházi Egyetemen. Új módszertan, gyakorlatorientált oktatás. Ezek a legfontosabb ismérvei az idén szeptembertől megújult tanárképzésnek. Nyíregyházán 60 éves múltja van a pedagógusok képzésének, a pedagógiai, később Bessenyei György tanárképző főiskola kezdetektől több 10 000 tanárt bocsátott útjára. A Nyíregyházi Egyetem a tanárképzés egyik fellegvára ebben a régióban, és reméljük ez is marad, sőt, ahogy a pedagógus pálya vonzóbbá válik, illetve én azt gondolom, hogy ebben a régióban tág lehetőségek vannak, hiszen történetileg a szegényebb családokból az első generációs értelmiségiek általában tanárnak mennek. Mi szeretnénk megnyerni az itteni fiatalokat arra, hogy érdemes tanárnak lenni, és érdemes Nyíregyházán tanárnak lenni. A nyíregyházai képzés szerintem nagyon személyes, színvonalas, tehát jó helyre jönnek a fiatalok, ha ide jönnek. Az ünnepségen elhangzott, egész Európában pedagógus hiánnyal küzdenek az iskolák. A fiatalok számára egzisztenciális okokból, valamint a társadalmi megbecsültség hiánya miatt többnyire nem vonzó a tanári pálya. Az összetett társadalmi problémára az intézmények is megoldást keresnek. Jelen állás szerint ugye tanárhiány van az országban, a tanárképzés jelentősége így kimagasló, azt gondolom, manapság is. Tehát képzünk tanárokat, a jelentkezők számát tekintve azonban nem büszkélkedhetünk a legjobb adatokkal, legalábbis ezen a tanárképzési területen, tehát szeretnénk ezt is jobban felfejleszteni, de sajnos a fiatalok számára nem annyira vonzó a tanári pálya, elsősorban ugye a bérezés miatt, másodszorban ugye a megbecsültség miatt, a társadalmi státusz miatt. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy mégis az egyik legfontosabb olyan képzési területről van szó, ami meghatározza a fiatalok jövőjét, és meghatározza a későbbi munkavállalói kompetenciáit is egy egyénnek, hiszen mindent a tanáraiktól sajátítanak el. Így igyekszünk a alapfokú oktatástól kezdve, ugye középiskola végéig biztosítani a tanári utánpótlást elsősorban a régió számára, másodszorban pedig nyilván a magyar nemzet és országunk számára is, hogyha fogalmazhatok kicsit távlati keretek között. A nagymúltú Nyíregyházi Egyetem a kiváló zenei, képzőművészeti, természettudományos képzéseket kínálja a tanárhallgatóinak. A megújult szerkezetű tanárképzésben a gyakorló iskolákkal való szoros együttműködésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Maga a tanárképzés 2022-től egy gyakorlatorientált irányba indult el, ami azt jelenti, hogy a képzés 10 fél éves struktúráját, vertikumát végig kíséri a gyakorlat. Ami azt jelenti, hogy már az első fél évben kint vannak a hallgatóink úgynevezett pályaismereti, pályaszocializációs gyakorlaton. Ez az egyik dolog, hogy a teljes vertikumot végig kíséri a gyakorlat. A másik jellegzetesség pedig az, hogy minél nagyobb rálátása legyen a hallgatóinknak, a tanárjelölteknek az iskola világára. Vagyis minél több intézménytípussal ismerkedjenek meg, nem csak az alap és a középfokú intézményekkel. Ez azért is fontos, mert a képzés végén mind általános, mind középiskolai végzettséget szereznek a hallgatók. Az ünnepi konferencián elhangzott, a tanárképző főiskolán volt olyan tanév, amikor 13 000 hallgató járt az intézménybe. Jelenleg 4 000-hez közelít a tanulók összlétszáma, közülük alig több mint 1 000 fiatal vesz részt a pedagógus képzésben. Az intézmény célja, hogy jól képzett, szakmailag kiváló pedagógusokat adjon a hazai óvodák, általános és középiskolák számára.